Szia Robert, üdvözöllek, ismét találkozunk, ennek nagyon örülök. Volt három kérdésem, így korábban itt mi beszélgettünk, most nemrég, és te felajánlottad, hogy akkor ezt így egy online beszélgetés, egy online meeting keretein belül tegyem meg. Egy nagyon érdekes és aktuális témába fogunk belevágni, szerintem a mai nap. De minden esetre valamennyire vannak válaszaim, de tudod, az a leghitelesebb, hogyha megbeszéljük egymással. Úgyhogy, ha megengedett, bele is vágnék, mert három kérdést hoztam mára, ami nagyon érdekel és nagyon szembetűnő. Például, ha megengedett, rögtön bele is vágnék az első kérdésbe. Azt tapasztalom mostanság, és ez egy nagyon furcsa, új, de érdekes állapot, hogy olyan, mintha feledékeny lennék, és nem is teljesen így mondanám, hogy feledékeny, picit ilyen üresebbnek érzem az elmémet, sokszor azt érzem, hogy alap dolgok, például egy szorzótábla, tehát ilyen szinten képzeljük, nem jut eszembe, hirtelen ilyen ijesztő ez a történet, de aztán valahonnan mégis előhívom, de ez soha nem volt korábban, mert eddig én is azt mondom, hogy ilyen élesen pörgettem az elmémet, és így tudtam létezni. Most meg minden működik magától, de olyan, mintha nem lenne benne az elmémben, hogy ez véletlen, vagy ez specifikusan most a zajló eseményeknek az okozata. Erre lennék kíváncsi. Oké. Semmi nem véletlen, ugye? És Nyilván. Mikor én arról beszéltem meg, engem is a mentori most már évek óta úgy csépelnek jó értelemben, hogy üríts ki az elmédet, üríts ki az elmédet, ami azt jelenti, hogy old meg a traumáidat, integráld a konfliktusaidat, integráld az árnyoldaladat, és ezáltal megyünk fel rezgésbe, leszünk békében belül. Viszont van ez a nagyon Igen. érdekes a belejárója, amit te megemlítettél, hogy úgy érezzük, hogy nem emlékezünk dolgokra, hanem feledékenyek lettünk. Na most ez azért van, Igen. mert az elme üres. És Aha. ez a legtöbb embert ez kicsit úgy megdöbbenti, vagy meghökkenti, mert a régi Matrixi világ arról szólt, hogy te is mondtad, hogy emlékezz a szorzótáblára, tudod, a sok hamis történelmi dátumra, emlékezz erre meg arra, Hey. tehát igazándiból ez egy eszméletlen komolyan sok most az új embernek, és ez azt is kell tudni, hogy ez teljesen normális, Okay. és mert mindjárt mondom, hogy még mi folyik a háttérben. A régi Rendben. matrixi, hogy mondjam, ilyen szisztemben, meg a rendszerben 96%, amit tanítottak nekünk, hamis volt és haszontalan volt. Tehát Igen. rengeteg időt töltöttünk iskolapadban, és rengeteg felesleges információt is, tudod, hogy meg kellett tanulni, mert ha megnézed te is, mint Igen. egy magánvállalkozó, amit ott átadtak neked, annak hány százalékát használod igazán? Nagyon kicsit. És amire meg Tíz alatt. igazán, mondjad? 10% Tíz alatt alatt. köbe. És ha megnézed, amit meg igazán kellett volna, hogy tanítson a pénzügy, a belső munka, az elmevilága, az meg hol volt? Hát tudod, sehol. Hát, És ennek meg volt a maga oka, nem szeretik persze volna, hogy az emberek erőre kapnak, stb. Stb. De, tehát az elme kiürítése ugye eleve azzal jár, hogy jobban vagyunk, feljebb megyünk rezgésben, és nem lesz betegek, jobban rálátunk dolgokra, meg tudunk oldani dolgokat, és nem leszünk a múlt mintáinak az áldozatra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Világos. A másik nagyon fontos dolog az elmei, a belső munkában, hogy amíg nekünk gyógyulatlan konfliktusaink vannak, és gyógyulatlan traumáink vannak, nem tudjuk elfogadni a fényt. Aha, ja, ez Hát, biztos. ez most, tud, mert az történik most, hogy ott közel van a napvillanás, mindenki tud ezekről a CME-kről, ez a coronal mass ejection, jönnek le a napkódok, mindenkinek fáj a feje, a testfáj, stb. És ez valamilyen szinten egy jó jel, akinek fáj, az azt jelenti, hogy van emelkedésre esélye. Akinek nem fáj, az valószínűleg majd egy másik idősíkon vagy köt ki, de ahogy engedjük el a traumákat, helyére fény, az az isteni gyógyulás és új információ jön, ami sokszor szédüléssel jár, egy pár napos, tudod, fejfájással ismered ezt az érzést. Na, Igen, igen. és akkor jön ezzel a feledékenységgel. Na most Aha. ez azért nagyon-nagyon furcsa, mert az ember, amikor ezt nem tudja, akkor úgy érzi, hogy ilyen,
hogy elveszítette az eszét. Így És van. a Matrix rendszerben ott meg tudod, erre az minden egy kis katonák, emlékezz, fiam, tudod, az egyszer egy, és ha nem emlékeztél, az a te állásodba is kerülhetett. Így van. Tehát egy nagyon komoly... Szankciókkal jár. Igen. És egy ilyen teljesen egy ilyen pánikszerűséget kelt az emberbe, mert a túlélését potenciálisan veszélyezteti. Na most Igen. az új ember, az új világ, akinek üres az elméje, traumamentes és konfliktusmentes, ideálisan, az üres elmével, csak az üres elmével férhet hozzá a magasabb dimenziókhoz. Tehát magyarul, Értem. ahogy ürül ki az elménk, egyre precízebb és gazdagabb hozzáférhetőségünk van az igazi kozmikus könyvtárhoz. Ahonnan mi, Értem. bum, letölthetünk információt, anélkül, hogy emlékezni kellene rá. Tehát minden Értem. fel van véve, csak ahelyett, hogy itt a, tudod, a búrányú buksinkba tartanánk az infót, meg a sejt emlékeinkbe, így a testben, üres a test, jól vagyunk, fogadj el a fényt, mindig megvéd minket, és csak be kell csöngetni, és rögtön le töltjük azt az információt, amire szükségünk van. Szóval Értem. ezt gyakorolni kell, tudod, ez nem egy egylépéses folyamat, ezt te is tudod, tehát akár több tízezer lépés, de az a lényege, hogy e felé haladunk. És még most is, hogy most ezt ugye augusztus vége felé vesszük fel, és az ember egyre inkább telepatikusabb lesz most. Az ember amúgy egy telepatikus lény, csak ez le volt redukálva azért, hogy építsük először fel magunkat a régi traumákból, mert előbb-utóbb hallani fogjuk a mások gondolatát. Na most ez egy... Értem. Hát tudod, ahogy vannak olyan, van ez a gondolatolvasás, meg azért minél jobban ismersz valakit, annál inkább már befejezed a másik gondolatát. Ez így van. Nagyon sokan vagyunk most már, akik nagyon telepatikusak, és ez egy jó dolog, mert nem tudod, mert a gondolatot sokkal gyorsabban lehet processzálni, mint a kimondott szavakat. A kimondott szavakat fél lehet értelmezni, a telepátia az pedig olyan, ez az USB Igen, thumb drive, igen. de bedugod, és ott van minden. És ez nagyon sok embert meg fog rémiszteni. Mert ez egy akkora, egy zajnak tűnik, hogyha nem tudják, hogy mit csinálják vele, azt hogy meghűljük, megbekukultak. A másik meg, hogy a minden integráltabb az elme, annál kevésbé befolyásol. Te állsz ott, mint a fény az éjszakában, téged nem befolyásol, most azért mondom a fény meg a sötétséget, mert tudod, te vagy a zseblámpa, akkor te a zseblámpa vagy, nem Igen. befolyásol semmi más, és ha kell információ, akkor az csak letölt. Tehát mind ezért nagyon fontos a teremtővel felvenni a kapcsolatot. Világos. Jó. Világos. Egy kicsit egyébként ez a képességek, most nyilván nem tudom, hogy ki egyénenként mennyire van tisztában ezzel a történet, egy kicsit hajaz nekem az Atlantiszi állapotra, ahol valószínűleg voltunk mindannyian, és Atlantisban is ilyen képességekkel rendelkeztünk, ugye mondhatjuk úgy, hogy a teljes tudatnak a képességeit felhasználni tudtuk, és használtuk is, és pontosan, tehát hogy valószínűleg arról van szó, hogy visszaemelkedhetünk egy olyan, ugyanarra egy ilyen atlantiszi szintre, és lehetőségünk adódik akár újra elérni ezeket a úgymond teljességet, az emberi teljességet, ami hát ahogy te is kiemlítetted, le volt redukálva ez idáig, mert ezt én magamon is érzem, hogy olyan új dolgok jönnek föl, hogy sokszor azt gondolhatnám, hogy mi történik, tehát hogy nem értem, hogy most kb. Elveszítettem az eszem, de utána nem, mert hogyha használom a technikát, egyből az elmét helyén tudom kezelni, és át tudja engedni ezeket az információkat, és egy újabb képesség fog a felszínre jönni, amit már magabiztossággal tudok engedni. Azt még nem mondom, hogy használni, de engedem már ezeket az új dolgokat. Tehát mondhatni, jönnek fel az új képességek, de egy kicsit az Atlantis sztori jut erről eszembe. Igen. Ami itt az elmúlt jó pár évben történt, az kísértetiesen az, mint az Atlantiszi a bukásnak a vége. Ugyan az Igen. történt, hogy nagyon magas tudatossággal rendelkezett az emberiség, viszont az elméjükben mindig ott volt az a tipikus tunyaság, ami itt sajnos Aha. az átlag emberre
igaz, hogy nem hajlandó gondolkodni, felelőtlenek, nem értik azt, hogy igazán a belső elmén keresztül teremtjük a külvilágot, és az történt, hogy az egy nagyon férfias energia volt. A Lamúria az ilyen női energia volt, 50 ezer évvel ezelőtt, és a Atlantis ugye 12 ezer évvel ért véget, az meg egy eléggé férfias energia volt. És történt egy olyan is, hogy az embereknek is nagyon kell vigyázni most, mert ugyanezt történik most, ennek a civilizációnak a végén, hogy nagyon-nagyon elkezdünk rátámaszkodni és hagyatkozni a technológiára. Értem, aha. Ez egy organikus lény. Minél tisztább az elme, annál inkább tudod a választ, annál nagyobb védelmem vagy, annál kevésbé van betegségnek lehetősége. Tehát az egész csomag, amit egy ember fél, a kudarc, a betegség, a halál, az nem létezik, mikor az elmét tiszta. Most az atlantisziak azt csinálták, hogy elkezdték, nem tudom, hogy akkor mi volt, simogatós telefon, de te tudod, hogy voltál ott, én is voltam ott, és Igen. átadták a személyes erejüket ismét a gépnek. Értem, értem. És most ezt tudod, az mihez vezet? Hát előtt erőtlenség az mindig kudarchoz vezet, az mindig problémához vezet, és igazándiból azért volt, mert nem voltak hajlandók a belső elméket úgy tréningezni, hogy erőből, szeretetből tudjanak lépést tartani igazándiból így az evolúcióval. És azért lett annak is vége, mert hát akkor még voltak annak, hogy rossz erők, meg gonosz erők, meg stb. Stb. És ők direkt arra Igen. hajtottak, hogy ezzel az emberi mentális tunyasságot kihasználják, és utána akkor lerombolták azt a társadalmat. Nagyon sokan Világos. voltunk ott, akik próbálták megmenteni az emberiséget. Ugyanúgy, mint most. Te ezt ne csináld, Igen. ezt vigyázz, tudod, ebből Igen, ez igen. baj lesz, és akkor az emberek azok, tudod, a fülükbe innen is csak Igen, igen. hájtanak. Most Igen. ugyanez, tehát ugyanahogy akkor volt a gorilla vírus, most akkor itt volt a majom, vagy himlő, egy az egyet, Igen, már igen. annyira, tudod, a parallelt, akkor már majdnem nevetséges, Igen. de tényleg az egész arra ment ki most itt, hogy humánok, vegyétek már észre, hogy bennetek van az erő, viszont a mentális tunyasságotok, az elmei telítettségetek és a rossz programok meg teljesen a rossz irányba billentenek át. És Aha. az fog történni, ahogy augusztus 17-én megjelent, ugye, vagy újra látható válik a Siriusi csillag, és rengeteg dolgot aktiválnak most az emberekben, az emberiségben, ezért is van ez a nagy fáradtság, meg ez a... És visszavisznek minket képzeletben és időben Atlantisba, de még a bukás előttre, tehát a bukás Világos. előtti időszakra, és az a lényeg, hogy megkérték az égiek, hogy csináljuk jobban, csináljuk másképp. Aha. Oké? És Értem. nagyon sok minden történik, persze, csak ez a lényeg, hogy azért mondom ennyire, ismétem magam, mert tényleg ez az emberiség baja, mentálisan Teljesen jó. tunya, Világos. felelőtlen, hisztis, cirkuszoló Igen. tunya gondolkodásmód, és ez nem lesz elfogadható az új világban. Tehát megadják nekünk ezt az eszméletlen emelkedési lehetőséget, ami felelőssége jár, és visszamegyünk egy olyan korba, hogy nem megismételjük Atlantiszt, hanem egy jobb mentalitással, egy tisztább elmével, egy tisztább integráltsággal visszük tovább úgy a fonalat, hogy az ne bukáshoz vezessen, hanem egy paradicsomhoz. Hát igen, ez egy igen nemes cél, és egyébként itt teljesen érthető is, ahogy elmondtad, hogyha belegondolunk. Az egész társadalmunk úgy épült föl, hogyha visszaemlékszünk, nagyszülőktől kezdve az volt a cél, hogy a kényelem. Hogy azért dolgozzál, azért csináld, hogy te majd idősen neked csak hátra kell dőlni, és akkor te csak élvezed az életet, és semmit nem csinálsz, semmilyen felelősséget nem vállalsz. Ez így nem volt kimondva, de benne van ez a finomsága a dolognak, hogy valójában itt arról van szó, hogy itt a kényelemért a felelősségvállalásról is le kell mondani.
Tehát, hogy jó a kényelem, de inkább nevezzük tudatos pihenésnek, mert annak sokkal nagyobb haszna van, mint hogy egy cél legyen a kényelem, mert a tudatos pihenésben az a jó, amit én is tapasztalok, hogy bármikor választhatom, úgyhogy pihenek, de nem akarok benne maradni. Tehát bármit lehet csinálni, csak semmiben nem szabad beleragadni. Ehhez képest a világunknak mi a legfőbb üzenete? A kényelemért áldozz fel az életed energiáit, hogy te neked ne kelljen semmit csinálnod. Úgyhogy innentől kezdve világos, hogy ez egy kicsit elvitte az embereket, úgymond mentális tunyaságba is. Ne, fantasztikusat mondtál, mert angolul nem is tudom ezt a mondást, de magyarul van ez, hogy a kényelem öl, butít és nyomorba dönt. És Igen, pont igen, ez történt meg, mind Atlantisban és mind itt. Tudod, ezek igen. a kirándulós képek, meg a selfiek, meg minden, az megint a kényelem. Ez a régi Matrixban ez működött, nézd, milyen menő manó vagyok, tudod, stb. De az új Igen. világban nem veszel ezt, úgyhogy mindenki menő lesz. És mindenkinek lesz Igen. pénze, és a kényelem az egy nagyon-nagyon kényes részünk. Ahogy te is mondtad, arra tanítottak, hogy tegyél félre pénzt, nem azért, mert akkor már tudod, úgy tudod az életedet rendezni, hogy az egy stabil, felelősségteljes életed, hanem hogy legyen, kényelmes legyen az öregkorod. És ez a kényelem, Igen. ez annyira belénk van vésve olyan finoman, hogy a kényelem érdekében a legtöbb ember hajlandó magát kinyírni. Abszolút, meg még mást is Meg adott még más, a esetben. másokat is kinyerni, pontosan. Igen, És ez egy igen. nagyon rossz program. Ez egy nagyon, mert buta program. Nézd meg, Igen. hogy az ember miért adja be a derekát ennek a sok, hogy mondjam, fenyegetésnek, így a munkahelyeken is. Hát, hogy ne veszíts el az Abszolút. állását, és akkor amögött vannak a finomság. Hát, hogy ne legyen, tudod, a pénz, mindenki a pénze gondol, nem arról van szó. Ez mihez vezet? Kényelmetlenséghez. Így van, így van. És akkor lehet a Erőtlenséghez. kényelmesség ekkora, lehet, hogy ekkora tök mindegy, de az ember nem hajlandó a belső elmei programja szerint bevállalni és integrálni az ő kényelmetlenségét, ezért kihasználható és ezért lehengerelhető. Á, világos. Igen, és kordában is tartható, irányítható. Így van. Innentől kezdve akkor értjük, hogy mi történik. És milyen érdekes, hogy tényleg azt mondják, hogy isteni nyelv a magyar nyelv, hogy kényelem. Nekem az jön rögtön a fülemre, hogy egy olyan elem, ami kényes, tehát hogy kényesen kell vele bánni. Hogy nem mondhatjuk ezt egy ilyen alap dolognak, hanem ez egy ilyen kényes dolog, amivel finoman kell bánni. Tehát, hogy így nagyon Igen. érdekes, hogy a Nagyon jó. magyar nyelvben vannak ilyen mélységek egyébként, ami nekem sokszor feltűnik mostanában főleg. De nagyon jó, viszont itt említettél még egy kérdést, rögtön eszembe jutott, hogy ugye fáradtak vagyunk, itt fáj, ott fáj. Hát én megmondom őszintén, az elmúlt 3-4 napban nincsenek fájdalmaim, testi fájdalmaim tök indokolatlanul voltak egyébként korábban is, és nem tudtam hová tenni, de hát beszéltem veled, és akkor megnyugtattál, hogy nyugodj meg, Gábor, jön. Beléptünk lassan a fotonövbe, jönnek az update-ek, ezt be kell engedni, ne foglalkozz vele, integráld a fájdalmat. Én ezt megcsáltam, valóban túllendült a fájdalom. Most 2 napja teljesen jól érzem magam, mondjuk így. De ami nagyon érdekes, és feltűnt nekem is, hogy nappal, mint akit agyonvertek, én úgy alszom el 14 órakor, szerencsé, hogy vállalkozó vagyok, mert meg tudom ezt tenni, hogy repülőgépes üzemmódban vagyok 14 órától 15 óráig, és bevállalok egy siestát, holott soha az életemben nem volt igényem, se szükségem arra, hogy pihenjek. Kérdésem, hogy ezzel az új övbe való lépéssel, meg úgymond az új világba való lépéssel megváltoznak akkor az alapvető emberi bioritmusok is? Az alvási szokások? Tehát, hogy készülhetünk arra, hogy az új ember másképp fogja az életvitelét folytatni, mint eddig? Igen, ahogy tudod, most kristályosodik, és a minél tisztább az elménk, annál inkább integráltabbá válunk, és gyémántá válik Igen. a testünk. Á. Az már a magasabb rezgésűeknek van, tehát a 5, 6, 7, 8, 9. dimenzióba tartóknak, de ebbe az a lényeg, hogy a matrixi világban a szénbázisú testünk, testmolekula az a 666 volt, és azt tudom, hogy júni 6, azt most már 2 éve, nem az előző évben, elfelejtem az idő, nekem is kicsit már összefolyik, tehát júni 6-án, 2022, tehát 666 volt az a nap, amikor beindult ez a kristályosodás, nagyon-nagyon ilyen intenzív változás. A Matrixban miről szólt? 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
ezt az egó Igen. hajolta, imádta, de jó, Igen. kiszámítható, tudod? És Igen, igen, igen. az is történik, bármikor van egy rutin, a rutinnak van egy nagyon érdekes spirituális pszichológiai a háttere, hogy mikor túl sok a rutin, akkor tudjuk, hogy eléggé olyan céltalan életet élünk. Így Most az van, egó ezt így van, imádja. üres. Igen, üres van jelenti. Ez hívek nihilizmusnak. Aha, igen. És abban a pillanat, amikor megmozgatjuk ezt az állóvizet, tudod, az egónak ezt a homeosztézsét, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, behisztizik az egó. Értem. Na most, az történik az emelkedőkkel, hogy ez a 8-8-8, ez megszűnt. A fizikai testünk alakul át, tehát molekulárisan minket belülről, mintha tágítanának, mintha ilyen tömlőt pumpálnának föl, tudod, és így fáj, ez fizikai fájdalommal jár, de ez csak azért Aha. van, hogy ez a nagyon sűrű molekuláris struktúra megnövekedjen, és a fény be tudjon menni. Mert a Igen, fény az igen. gyógy. Tehát ez az Isten információ, amit az elme tisztításával kell ugye csinálni, és akkor minél többet tisztítunk, annál több fény jön be. Ezért fáj az embernek a feje egy pár napig minden oldás után, mert molekulárisan változunk. Na és az új ember, még kell egy jó pár év, amíg a testünk teljesen átalakul, meg amíg tényleg rá nem állunk a magasabb frekvenciákra, nem fog ennyit aludni, mint a régi test. A fénytestnek Igen. körülbelül 2 óra alvásra van szüksége egy nap. Á, világos. De most mivel molekuláris struktúránk is tágul, mivel jön be ez a rengeteg információ, a napkódok, a CME-k, meg ezek, kimerítő. Világos, világos. Plusz, még van egy olyan, tudod, mikor az ember egy küzdelemmel végez, kész van, mit Igen. tudom én, egy záróvizsga, vagy egy sokszor az életben vannak nagyobb, tudod, kihívások, meg cirkuszok, és akkor tudod, mikor vége a csatának, akkor összeesünk a fáradtságtól. Igen, igen, És igen, most igen. vége a csatának, a Mátrixnak vége. Aha, világos. Az elmében még fut, tehát azért kell nagyon vigyázni és dolgozni magunkon, hogy ne termeljük újra azt a nem kívánatos rendszert, mert amit mi gondolunk, érzünk, azt mi adjuk automatikusan ki. Tehát összeestünk végül is a fáradtságtól, mert elmúlt, vége a harcnak. Igen. És hál' Istennek te is magánvállalkozó vagy, meg én is, és múlt héten én aludtam, mint egy medve. Alig bírtam, mászni nem bírtam, tudod? Hát fontos. Nekem nem utas be, ugyanez. Ugyanez. Pont szerencsére volt 4 szabad napom, de nem is tudom, hogyan bírtam volna ki, hogyha dolgozni kell. Egyszerűen minden sejtem tiltakozott az ellen, hogy én most dolgozzak meg úgymond rutinszerűen, rendszerben éljek, hanem egy ilyen teljesen ilyen szétzilált, de ugyanakkor mégis a tökéletlenségéből fakadó egyensúlyba taszított valami. Igen. Igen, és Így tudom mondani. fantasztikus időben élünk. Tehát tényleg, ahogy te is tudod, bibliai időkben élünk. A Igen, igen. legtöbbünk nem azért jött ide, hogy vakációzzunk, meg selfie csináljunk, hanem azért jöttünk ide, hogy tudod, take down the matrix, hogy összeorrobbantsuk, hogy véget essünk ennek a rabszolgatartó rendszernek. És Igen. tudod, erre mondják, hogy mission accomplished, hogy jó munka, ez így volt szép, és akkor most nem elég, mi nem szabad itt megállni, és akkor itt kell újraépíteni a belső elménkkel, és az új tehetségünkkel teremteni, megteremteni az új világot. Aha, értem. És akkor ezek alapján akartam is kérdezni, hogy ugye folyamatosan változik ezáltal az embernek a lelki állapota, vagy érzelmi állapota ebbe az időszakban is, de így akarnám kérdezni, hogy akkor valójában, hogyha most válunk igazán tiszta emberekké, tiszta humanné, hogy nekünk, az embereknek akkor van egy ilyen hullámszerű érzelmi állapota, tehát hogy nem lehet az állapotunk konstans, tehát hogy ez egy tévhit, hanem akkor ezek alapján, amit mondasz, ilyen szinte ilyen hullámzóan érezzük magunkat, és ez a teljesen normális, vagy úgymond alap adottságunk. Igen, ez annyira jó ez a kérdés, mert mire reagálunk, az ember mire reagál a változásra. Na most Igen.
Mi úgy vagyunk programozva, hogy nem szeretjük a változást, ez az új embernek nagyon fontos lesz. Elfogadni az ismeretlent, és hajlandóságot mutatni a változásra. Ehhez kell egy csomó mentális dolgot oldani, hogy ne álljunk ellenem, mert akár tetszik, akár nem, a változás jön, és az már itt van. És vagy minket lehengerel, vagy hagyjuk magunkat, és része vagyunk a változásnak. Az ember, a világ, az egyetem, az univerzum, ahogy tudta is mondod, ez egy csomó rezgés. Az rezgés az egy ilyen színusz hullám. Há, világos. Ezt lehet nagyon sok képen értelmezni, és adok egy-két gyakorlati példát. Reggel fölkelsz, jól vagy, bedobod a kávét, lemész, tudod, hogy a toppon vagy. Utána, hogy megy a nap, fáradsz, megy le, és a nap végére elfáradsz, hát lent vagy. Pihensz, fölkelsz, az egész, ez a ciklus, ez az alvási ciklus. Ugyanez van, mikor éhes vagy. Tudod, van egy jó reggeli, akkor toppon vagy utána, tudod, akkor egy jó pár óra, még éhes lesz, hát az egész egy ciklus, minden ciklus, az alvás, az evés, és ugyanúgy a hangulatunk is. Á, ha világos. Állandó, ha egyenes vonal lenne hangulatunk, akkor halottak lennénk. Igen, igen, jogos. Tudod, az, mondják a flatline, hogy az igen, élet, igen. A jele, és az a lényeg, és azért nagyon fontos a belső munka, mert mikor kezdjük, mondjuk az út elején vagyok, akkor ugyanúgy fáradtak vagyunk, jobban vagyunk, kipihenjük, jól lakunk, van egy jó beszélgetés a barátokkal, és az egész, tudod, hogy így töltődünk ki, és utána elfáradunk, töltődünk, elfáradunk. Igen, igen. Viszont, és ez, amit nem tudnak az emberek, hogy én is úgy tanultam a mentorjaimtól, hogy nincs, az ember azt hiszi, hogy ez csak egy ilyen, töltődök, elfáradok, töltök, elfáradok. Nem. Ennek van egy szöge. Aki nem dolgozik magán, az töltődik, elfárad, de közben süllyed a hajó. Aha, értem. Tehát így hosszú távon nézve is figyeljük, és hosszú távon nézve lehet, hogy hullámzik, de lefelé tart a tendencia, ha nem emelkedik. Értem. Ezzel értem. Könnyű azonosulni, mert tudod, hát elfáradunk, kipihenjük magunkat, jól lakunk, eszünk, éhesek vagyunk, stb. Tehát ez tök normális. És ugyanígy van majdnem minden más testi funkció és elmei funkció. És erre mondta Einstein, ugye? Einstein, hogy azért ez az élet olyan, mint a bicikli, hogy mozgásba kell lenni egy minimum sebességgel azért, hogy el ne dőljön, és ez a hullámzó, ennek van egy tengelye. És ez a bicikli, amikor minimum megy egy kis, akkor marad felszínen. És ez a bicikli metafora, ez hasonló a repülőgéphez. Ha nincs, nem tolja a hajtómű hátra, akkor elkezd mit csinálni? Lefelé zuhanni. És ezt a lefelé zuhanást, hogy megmentsük magunkat, ehhez kell az önmunka. Tehát magyarul az életben ezek a rezgések, ezek adottak, viszont ha nem teszünk semmi tudatosat azért, hogy ne bukjon orra, akkor előbb-utóbb orra bukik, és levisz minket, elsüllyedünk. Világos, világos. És az is még egy fontos dolog, így az önmunka, meg így a traumoldás, meg az emelkedésbe, hogy nincs elég akkora képernyőm, hogy be tudjam mutatni, de mikor az ember most kezdi, hatalmas amplitúdó van, különbség van a jó meg a rossz igen. állapot között. Igen, egyszer igen, fent, igen. Egyszer lent. Ma, tudod, jó pulisztam, holnap depis vagyok, és akkor tudod, erről szólt a régi világ. És ahogy emelkedünk, takarítjuk ki, tudod, a belső világunkat, fogadjuk el a fényt, ami nem kényelmes először, tényleg fájdalommal jár, azt mondják, hogy ez abszolút. A lefelé zuhanó gép elkezd emelkedni, és ezek a amplitúdok, ezek a különbségek a jó és rossz között elkezdenek lemenni. Aha, értem. Nem lesz az, hogy toppon vagyok, nagyon rosszul vagyok, topponról, hanem azt mondja, hogy jól vagyok, ma nem annyira, de mégis jól vagyok. Aha, tehát olyan. Mondhatni egy ilyet, hogy jól vagyok, elfogadhatóan vagyok, de nem igen. Az, hogy marha jól vagyok, kicsattanak, és végem. Igen, igen, mert valahogy az megint egy polaritás és egy dualitás. Értem. És ahogy megyünk egyre följebb, és tényleg nem csak a tudattalant vizsgáljuk át, hanem a tudatosan is alkalmazunk technikákat, igen. Egyre kisebb lesz az amplitúdó, a különbség attól a szuper jó állapottól, és a nem olyan jó állapottól. Tehát mindig jól leszünk, igen. És ez úgy fog tűnni a legtöbb embernek még az után, hogy semlegesek vagyunk, azaz minket nem érdekel. Igen.
Itt nem lettünk betegek, itt nincs probléma igazán, amit nem tudnánk megoldani. Itt részt veszünk az életben, itt a Teremtő rajtunk keresztül kér, mi cselekszünk, jól vagyunk. Tehát amikor ezt az állapotot elérjük, akkor minden nap van sikerélmény. Világos. Jó, tehát az a lényeg, hogy ezt a régi, tudod, ahogy a tutajt, a hánytorgató tenger, ahogy megszűnik, átmegyünk egy ilyen nagyon kellemes ilyen repülésbe, egy ilyen jó minőségű a óceán feletti repülésbe. Itt is lesznek Igen. kihívások, tehát nem uncsi, csak már nem tesszük magunkat tönkre a rossz rezgésekkel. Világos, világos. Hát nyilván, és ez az alapvető elme programokkal szembe megy, mert az elme pedig pont ezt a dualitását szerette mindig is az életünknek, mert akkor generált egy óriási nagy problémát, amin lehet megint agyalni, lehet megint Így van. energiát, meg időt ráfordítani, és szépen belerakjuk magunkat ebbe a 22-es csapdájába, vagy egy Igen. ördöglakatba, és akkor hát Igen. próbáljunk belőle kijönni. Igen. És az ego meg szereti a hisztit, szereti ezt a Igen. hánytorgódást, csapkodást, szereti, hogyha lesz Rasszódikus. még. És erről szólt az egész életünk, hogy Igen. próbáltunk megfelelni, csinálni több pénzt, akkor tudod, mindig volt valami, ami úgy éreztük, hogy tényleg betesz nekünk, és sajnos ez így volt. Tehát most ebbe a beszélgetés nem akarok belemenni, ahogy hogy csenték el a gondolatunkat a negyedik dimenzióból, meg hogy hogyan léptek ki be így a teremtési mechanikáinkból, de az a lényeg, hogy most, hogy megszűnt a Matrix, tényleg a Matrix már csak az emberek elméjében van. Nagyon fontos minden Aha. diszonanciát, traumát, konfliktust elengedni, és akkor azon az új elmei programon keresztül hozzuk létre az új világot. Értem, értem, értem. Tehát akkor tudnál le tanácsot adni erre a jó világra, mert akkor, ha jól gyanítom, és talán ilyen posztod is volt erről, hogy azért várható, hogy a régi Matrix lebomlásával azért egy teljesen új kihívások elé fog az emberiség legjava állni, vagy azzal kell, hogy szembenézzen, és akkor itt is kétfajta reakció lesz. Lesz a régi elmés hisztis reakció, meg pánikos, meg van az új elme reakciója, aki nem problémát fog látni, hanem egy megoldandó feladatot, vagy egy kihívást ebbe a dologba. De ugye itt az a kérdés, hogy van-e tanácsod, hogy hogyan álljunk egy olyan szituáció elé, ami történhet a régi Matrix lebomlásával, és az új eljövetelében, mert azért gondolom, hogy egy ilyen rapszódikus hatása lehet ennek a történetnek, főleg, hogy mivel elég sokan vannak még a régi Mátrixban. Persze, persze, nagyon sok ember nem tudja, hogy abban van, és nagyon sok ember nem hajlandó változtatni magán. Tehát aki nem hajlandó változtatni Igen. magán, az automatikusan erre a régi rendszer fenntartására lesz kárhozatva. Nagyon fontos tudni egy pár alapszabályt, Gábor, és ezekből az, hogy próbáljunk minél függetlenebbé válni a rendszertől. Mondok egy-két Nem. tök egyszerű alappéldát. Tehát aki a városban él, és hozzá van szokva, hogy minden nap az ő kaját a boltba veszi meg és nem tudja magának, nem tud magának igazán kaját megteremteni, az bajban lesz. Mert mi van akkor, ha a régi rendszerben ebbe benne vannak ezek az élelmiszerláncok, ha egyszer abba hagyják és megszűnnek? Tehát tudod, Hát igen, pánik. tudunk. Hát biztos. És tudod, az a legnagyobb baj így az embereknek, meg az emberekkel, hogy mindig reagálnak ahelyett, hogy felkészülnének. Tehát ez vissza az elmei tunyasághoz, ez az elmeprogram, a kényelem, ez a felelőtlenség. Nem értik, mert ez nagyon lent van, ezek a programok, de ez most abszolút nem fog beleférni. Tehát tudja az ember magát ellátni úgy, hogy legyen kajája, legyen vize, legyen készpénze. Mi van akkor, ha megszűnik az áram egy pár napra? Tehát az új Igen. világban kapunk Tesla energiát, de a Tesla energiát meg kicserélik egy másik fajta energiával, mert a Tesla is valamilyen szinten a gyengíti, vagy hogy mondjam, a kozmikus energiákból vesz le, az még nem a végtelen energiára van rácsatlakozva. Tehát lesz Világos. ingyen áram, lesz ingyen erőforrás, de ez nem a régi Matrixban van. Igen. Hát én is most vettem egy aggregátort, nem azért, mert félek, csak azért, mert felkészültem, meg mondták fentről.
megy benzinnel, megy propánnal, van félretett ilyen military, ilyen katona kaja, hogyha nagyon kell. Na most nekem a Igen. mentőrém azt is mondták már évekkel ezelőtt, hogy valószínű, hogy ez nem nekünk kell majd. Igen, ezt akartam mondani, nem biztos, hogy mi vagyunk a célkeresztben. Igen, tehát hanem azok az emberek, akik tényleg vagy megtagadták, ugye azok az ők akik nem akarták elhinni, akik nevettek, meg én, tehát az egy réteg, és van egy olyan réteg, aki abszolút nem tudott róla, hogy ez folyik itt a háttérben. Tehát Igen, ők igen. jó, figyú, tudod, a kisgyerek nem tudja, hogy milyen felnőttnek lenni, és az úgy van rendjén. Ez így van, igen. És tehát erre kell felkészülni, hogy legyen nálunk készpénz, és amit nekem még a mentorjaim mondtak egy jó pár évvel ezelőtt, hogy ami nagyon fontos lesz itt, az az, hogy az embereknek meg kell tanulni megosztani úgynevezett erőforrásokat. Aha, Nem vagyunk világos. hozzászokva. Ott a szívtörés Igen. traumája, mindenki kicsit csen, lop, félrevezet, tudod, nem adunk szívből, Igen, figyelj. elvesz. Így van. És ennek vége. Aki ezt csinálja, az megy a süllyesztőbe. És meg kell Igen. tanulnunk, át kell programoznunk ezt a belső világunkat, hogy tudjunk adni. Én is most itt lakom fent, ilyen multitriciliárdos izében, szerintem én vagyok az egyedüli, akinek van agregátora. Meg kérdeztem a szomszédot. Nekem nincs, itt még nem volt áramszünet. Na, majd jön. És tudom, már azt már látom, hogy együtt fogunk lógni egy pár óráig, mikor nekik nem lesz, nekem meg lesz. Igen. Hát nem kell félni, aki ha fél, az semmi gond, az csak egy jel, hogy az elmében vannak feldolgozatlan programok, de Igen. készüljünk fel, és ne nevessük most már tovább pofán a teremtőt, mert ez az emberiség legnagyobb probléma, hogy pofán röhögtük a teremtőt. Az ego. Sajnos tapasztalom. Az Igen. ego. És ez a ez vezetett ide, ez az ötödik civilizáció bukása, Húha, amin igen. most megyünk át, mert pofán röhögtük mindig a forrást. És a forrás azt Igen. mondja, hogy én te vagyok, ha te engem pofán röhögsz, én azt visszatükrözöm. Ki kap nagyobb sallert, te vagy én? Ezt mindenki megválaszolhatja magának, és most kapjuk a sallert. Igen. Szóval. Jó, tehát tényleg nem kell félni, azért kell elengedni a félelmeket, integrálni ezt a csomó mindent, de észnél kell lenni, és erre mondtam még hónapokkal ezelőtt, hogy össze fogunk jönni, de ez nem csak azt jelenti, hogy én most coach, meg tudod, meg coacholok, hanem gyere, figyelj, itt van egy kis, itt a divány, tudod, aludj itt, ha ebbe tudok segíteni, akkor segítek, és mindenkinek most át kell programozódnia egy új adó, szívből adó világra. Aki a régi tartja, az nem tud emelkedni. Nem fog emelkedni. Igen, hát az egység felé tart, és milyen érdekes ez a szó is, hogy egység, és valahogy mindig az ellentéte a kétség. Halleluja. Tehát, hogyha igen, hogyha nem egybe gondolkodunk, hanem mindig többbe, meg nem egy mint hogyha egy közös elme lenne, kicsit ilyen kaptártudat, és erre kéne ráébredni az embernek, mert az állatvilág, aki nincs tudatossági szinten hozzánk képest, ilyen mentális és lelki tudatosság szinten, azok tudják, és az állatvilágban tökéletesen működik, a természetben mindenütt tökéletes, nem hierarchia van, oké, az állatvilágban van egy nyilván egy ilyen táplálkozási lánc, de azt se nevezném hierarchiának, hanem az is egyfajta segítség az életben maradáshoz, csak hát van olyan állat, amelyik az életével szolgál. Nyilván, de ezért vagyunk emberek, hogy ezen felülemelkedjünk, és úgy tudjunk egységben létezni, hogy az ne áldozatokkal, úgymond emberi áldozatokkal járjon, hanem mondjuk a kényelmet áldozzuk föl egy kis időre. Igen, és aki a kényelmet nem hajlandó feláldozni, az kényelmetlenül fog élni. Nekem még Igen. annó, még 2010, mikor kezdtem ezt a nagyon mély utat, az egyik mentorom azt mondta, hogy learn to be comfortable being uncomfortable. Tehát tanuld meg kényelmesen érezni magad a kényelmetlenségben. Igen. Ez vannak persze technikák, de az a lényeg, hogy ez mit jelent? Önbizalmat. Igen.
Tehát a kihívással szembe tudni megjelenni a világ színpadon, ahogy mondta Marcsival, azt jelenti, hogy integráltak vagyunk. Igen. Hát konkrétan az, amit tanítasz, hogy nincs ott az öt ősi trauma, és érezzük a biztonságot, az önvédelmet, az önszeretetet, a bőséget, és ugye az értékességet, ami nagyon fontos, meg az erőnket. Igen, hát ez a sok kis apró homokszem nagyságú dolog, amikor tudod, hogy összesöpörjük, akkor igazán megteremtjük azt a mozaikot, meg azt a teljességet, meg a egységet, ami től működik az élet. Igen. Hát, ja, most ennyit eszem be így gyorsan, mert tudod, az a lényeg, hogy engem is informálnak, meg azért én ezt már tudom jó pár éve, hogy mi jön, meg hogy, és tudod, Igen. mindent képeztek arra, hogy jó kapitányok legyünk, de azért tudod, ez nem azt jelenti, hogy mi nem vagyunk fáradtak, meg hogy nem jár nagy felelősséggel, és legszívesebben én is elmennék mondjuk Mexikóba egy pár hétre, de most nem. Igen, Majd. igen. Világos. Hát szerintem ezt a témát is tök jól kiveséztük. Még ezer kérdésem lenne, de meghagynám még ilyen alkalmakra, mert szerintem a kettőnk beszélgetése azért bízom benne, hogy néhány embernek azért egy ilyen újabb látásmódot tud adni, hogy így is lehet látni a dolgokat, így is lehet gondolkodni. Úgyhogy, hogyha nincs más kérdésed számodra mára, én ezt átraknám a következő alkalomra, mert most szerintem annyira jól kitöltöttük ezt az időt ezzel a beszélgetéssel és ezekkel az új információkkal, hogy bízom benne, mindenki fog tudni valamit meríteni, amit használhat most ebbe a növekedő fázisba, amiben beléptünk, és hát szerintem fogunk még érdekességeket tapasztalni, amiről tudunk beszélni. Ez így lesz. Igen. Nagyon köszönöm, Gábor. Én is köszönöm szépen neked, Robert. Akkor bízom benne, hamarosan folytatjuk. Szép estét. Szia, szia. Szép.